Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Porta 41. adásában. Mai műsorunkban a Galgamenti élő népzene ápolásáról beszélgetünk az EMSE zenekar pártfogójával, Gólya Józseffel. Szabó György méhészmestertől betekintést kaphatunk a mézkészítés világába, hogy minden napunk mézes nap legyen. Végül pedig Petrás Mária Turay kiállításának bemutatójára kerül sor. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet, a Turay EMSE zenekar producerét, Gólya Józsefet, Lobbit. Üdvözlöm a stúdiónkban, József. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm, valamint a Régió Plus Televízió kedves nézőit. Nagy örömmel tettem eleget a meghívásnak. Mikor született ez a zenekar, József? Hosszú időszak ez, gyakorlatilag igazából olyan, hogy születési pillanat, bármilyen furcsa, talán nem is volt, mert egész pici korukban az Aszódra kihelyezett Podmanicki zenei iskolának egy Turay, Aszódról kihelyezett Podmanicki zenei iskolának a Turay tagozatán tanított Unger Balázs és a Rónai Zoltán egész kicsi koruktól őket, és hát ezt a formációt még akkor nem lehet zenekarnak nevezni, de amikor egyfajta szintre eljutottak már, akkor különböző fantázia nevek röpködtek a levegőbe, az Előd, az Agyva Banda nyomán, meg a Nagy Előd, aki sajnos már azóta nincs, a Galga zenekar nyomán, ők is valami kis folyócskát céloztak meg névgyanánt, és ez volt az EMSE. Az EMSE az egy patak, lehetne a népi nyelvből ugye a kis malasz is, de ez éppen a kartalról eredő kis patak, ami belefolyik a Galgába, aztán belefolyik a Zagyvába, és így tovább. Hát végül is valahonnan egy ilyen szimbolikus eredetű névválasztás. Azoknak, akik nem tudják, mutassuk be egy picit azt, hogy az együttes milyen zenét játszik, milyen műfajban tevékenykednek. Gyakorlatilag az alapképzés után mindenki a Váci Pikéti Tibor Zenei Konzervatórium névzene szakára ment tanulni, amit sikeresen el is végeztek. És hát ott nyilván egy tematika adott, az a fajta népzene, ami az oktatási anyagot képezi, az teljesen kézenfekvő módon sajátították ugye el. De azon túlmenően volt itt mindig egy ilyen kis renittenskedő kis ördög a háttérbe, ami nem a részünkről fogalmazódott meg, hiszen minden olyan nívós népzenész, aki komoly ismeretanyaggal bír, általában igyekezett a hitelesség megőrzésének céljából eredeti adatközlőkkel, hagyományőrző, még élő népzenészekkel felvenni a kapcsolat, és nagyon sokan ezért, nem akarok neveket mondani, de szinte mindenkit mondhatnánk, elutaztak több száz kilométereket Erdélybe, Délvidékre, Felvidékre, hogy ezekkel a cigány emberekkel, vagy netán magyar, de muzsikus emberekkel találkozzanak és tanuljanak tőlük. Itt volt egy lehetőség, egy adott Ság Turán, Szénási Tibor bácsi, becenevén Toskó,
ez gyakorlatilag még élt itt Turán, és bár jól lehet nem azt a fajta iskolás autentikus muzsikát játszotta, hanem ezt a nótás, falusi, lakodalmas cigányzenész volt ő, gyakorlatilag mégis olyan fajta kincset véltünk felfedezni nála, amit még életébe szerettünk volna, ha valamilyen szinten a gyerekek elsajátítanak, aztán majd később a megfelelő helyre behelyettesítve alkalmazzák a további munkásságukba, vagy pedig zenei életükben. Itt végül is ez egy picit olyan rossz szájízt váltott ki sokakból, és emiatt egy picit sajnos úgy nem igazán, hogy mondjam, menedzselték, vagy nem igazán vették mindig első számú meghívottak közé az EMSE zenekart, mert hogy cigányos. Hát mi ezt nem szégyeltük, és nem is szégyeljük, és egyre inkább bebizonyosodik ez a fajta helyes döntésünk, szemlélet, hogy még életében meg kellett ezt a fajta szegment is célozni a zenekarnak, ugyanis most már majdnem mindenki, akik annó így ellene voltak az ilyenfajta nem divatos stílusnak, új stílusnak, majdnem mindenki azon a véleményen van, és hangoztatja, hogy a Toskóféle örökség, a kihalt cigányzenészeknek a reprezentáns a saját helyét méltóképpen a népzenében mégiscsak elfoglaló dolgot nem lehet csak úgy leírni, mert hiszen a folyamatos fejlődésnek ez is egy része volt. Én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült a zenekarnak magáévá tenni, és nagyon örülök, hogy nagyon sokaknak kezd megváltozni a véleménye ezzel kapcsolatban. Akkor a zenekarnak ez a vonal tulajdonképpen egy árszpoetikát is jelent az életében? Így van. Gyakorlatilag mindenféle olyan muzsikát, ami kapcsolódik, illetve a népzenéből úgy az ősi gyökerekből táplálkozik, de egész szinte mondhatnám azt is, hogy a napjainkig fogalmazódik meg, szívesen muzsikálnak. Kik a zenekar tagjai, és milyen hangszereken játszanak a zenekarban? A zenekar tagjai, hát most éppen egy váltást élünk, meg lehet, hogy nem, de az is lehet, hogy végleg, ugyanis a kis prímásunk a EMSE zenekarból, hát át, nem is tudom milyen szót használjak. Igazolt? Átcsábult talán, azt lehetne mondani, a cimbali bandbe. Ez a Máté, ez a Solymos Máté. Ez volt idáig, aztán most úgy tűnik, hogy helyettesíti őt a Pálházi Bence, de két prímásos a zenekar, de alapvetileg alapjaiban a kislányom Gólya Sára az terchegedűs, prímázni is szokott, de a prímások ilyen tekintetben akkor ugye ők lennének. A brácsás pedig Farkas Zsolt, aki cigány származású fiú szintén, és szintén a Tibor bácsi szárnyai alól indulva most már a Zeneakadémia hallgatója. A bőgősünk pedig az Nagy Norbert, talán sokak által ismert Nagy Rolinak, aki szintén zenész, de más stílusú zenész, és ilyen technikus hangosító ember mindenféle rendezvényeken az öccse. És a fiam pedig a cimbalmos Gólya Márton. Tehát a formáció gyakorlatilag egy ötös létszámot takar. És az együttes adott már ki CD-t, tehát lemezt. Volt a stúdió munka? Igen. Nemrégiben úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, akár a tudás szintjét nézve, akár egyáltalán a promóciós anyagot saját népszerűsítésünk céljából, hogy biztosítani tudjuk, megcsinálták a Szélnek Szembe című EMSE CD-t, ha szabad itt reklámozni ebbe a műsorba, és hát ezen gyakorlatilag a Kis- és Nagy Magyarország tájegységének muzsikáját valamennyi részről prezentálják, sőt, azt a fajta Szénási Tibor féle lakodalmas, turai, cigányos, sokak által degradált muzsikát is egy blokk kapcsán, és még ezen túlmenően egy kávéházi stílusú úgynevezett cirkuszpolkát is. Tehát igazából a Szélnek Szemben cím talán azt is próbálná
szimbólintani, hogy gyakorlatilag van egyfajta elvárás, az egy szép dolog, ezt mi is tiszteletbe tartjuk, de emellett párhuzamosan működik egy olyan fajta igény, ami tulajdonképpen nagyon sok esetben, nagyon sok zenekar nem tud prezentálni, mert valami miatt azt mondják, hogy idáig volt autentikus, idáig volt eredeti, idáig volt ősi, innentől már nem az, mi ezzel nem értünk egyet, és hát megyünk a szélnek szembe, és csináljuk azokat a újabb kori, mit tudom én, 30-as, 40-es évektől született szerzők által írott népzenét. Esetleg nívós fellépés, ami a legemlékezetesebb a zenekar életében volt-e már, és hol találkozhatunk a jövőben a zenekarral? Volt jó pár nívós, egyik nagyon emlékezetes fellépésünk volt, például Érsekújvár mellett van egy település Szlovákiába, Naszvad, ott egy ilyen nagy magyarországi tűzománcfesztivál van, évente megrendezésre kerül, és annak a tűzománcfesztiválnak a záró gáláján voltunk, de hát olyan megszeppenve, mert olyan muzsikusok voltak, mint a Bunyevác együttes, egy nagyon nívós délszáv együttes, akkor a Bergendi szalonzenekar. Szóval hát azt kell mondom, hogy megálltuk a helyünket, és nagy siker volt. Főleg ebből az újkori dolgokból van egy jó kis Hortis blokkunk, Horthy Miklós, amikor a második világháborúban... Ezek katonanótákban. Katonanóták, szigorúan. Ugye a visszacsatolások kapcsán bevonultak Kassára is, vagy Délvidék, illetve Erdélybe is, és hát azokból van egy szép kis összeállításunk. Hát akkora siker volt, hogy volt, aki sírt, volt, aki nevetett, nagyon sokan összerezzentek, hogy miért elmerünk játszani. Nem politika, ezek tények voltak. Hát igen, mert ugye sajnos ez volt talán az utolsó olyankor a Horthy korszak, amikor igazi magyar dolgok születhettek, mert utána sajnos 60 évig sok minden le volt folytva az országban kulturálisan is, de hát szép dolog, hogy az együttes ilyennel is foglalkozik. A másik, amit még gyorsan hozzátennék, szintén Szlovákiában Várhosszúrét, épp most leégett sajnos Krasznahorkai vár tövébe, ott is van egy ilyen fazekas fesztivál, ott is akkor rendszeresen járunk muzsikálni a Hévízgyalki Vadászbálnak a színesítendő programjaként, akkor a Diana Hölgyvadász Klub, az Országos Vadászati Kulturális Egyesületnek van egy ilyen hölgyvadász klubja, és most legutóbb éppen a Bugyi vadászkastélyba muzsikáltunk, mindenhol nagy sikert, hogy mondjam, ez a fajta stílus nagy sikert prezentál. Ugyanis tisztelettel meghallgatja mindenki azokat az értékes régi dallamokat, amit gyakorlatilag minden nagy muzsikus és nagy zenekar, a Csík zenekar, a Dűvő, a stb. Sorolhatnám, játszik. De egy galgamenti embernek, vagy egy olyan igazán egyszerű embernek mégiscsak jobban a habitusához passzoló, ilyen enyhén magyar nótás, enyhén a népi és a magyar nóta ötvözete, hát amiket itt a lakodalmakban énekelnek, meg dalolnak, sokkal-sokkal, hogy mondjam, mérehatóbban hangulat befolyásoló. És hol találkozhatnak az érdeklődők az együttessel a jövőben? Milyen fellépések várhatók? Most az utolsó felkérés épp tegnap előtt jött Hévízgyörkön a iskolai koordinációban működő Kovács Ildi vezette néptánc csoportnak egy kíséret lesz, aztán egy huszár találkozó, az pedig Horton lesz, Boldog, Hort, meg nem tudom, még valamik jászai község elég nagy hagyománya van ezeknek a valóságban lendes lóval, jelmezbe öltözött huszárokkal, ezek a huszár hagyománynak, és tulajdonképpen csata jeleneteket, meg mindenféle ilyen tényleg élő dolgokat is szoktak produkálni, és ott egy ilyen mulatós estre
hívták meg őket a bemutató után. Egyre inkább tudatosul, hogy na ezzel a zenekarral nem csak a színpadon, mint egy produkció lehet találkozni, hanem mikor vége van a műsornak, ő le tud menni, és bárkivel, nem mondom, hogy minden, de nagyon sok nótát el tudnak muzsikálni és énekelni. És az érdeklődők az elkészült hanganyagot, a CD-t, azt hol tudják megvenni? Hát igazából nem áruljuk. A lényeg az egészben az, hogy amikor megyünk valahová, mint most is, akkor viszünk egy tiszteletpéldányt, fellépünk valahol, viszünk egy pár darabot az intézményvezetőknek, olyan személyeknek, akiktől azt gondoljuk, hogy valamilyen módon majd egyszer valamikor tudnak segíteni a fellépések, vagy pedig egyáltalán a népszerűsítés kapcsán, úgyhogy így ajándékozgatni szoktuk, hogy meg is ragadom az alkalmat, fogadjon el egyet szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a Régió Plusz televízió nevében is, és hát köszönöm József, hogy itt volt velünk, és bemutatta az MSZ zenekart, ezt a fiatal bandát itt a Galga mentén. És én kívánom, hogy a Jóisten segítse meg a zenekar munkáját, hogy minél több szép élményt nyújthasson a közönségnek, és vigyék tovább a helyi népzenét és a magyar népzenét, nem csak a Kárpát-medencében, hanem Európában, és adja Isten, hogy az egész világra is. Ez a célunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Sok szeretettel köszöntöm Szabó György méhészmestert Gödöllőről. György, hogyan lesz valakiből méhészmester? Méhész szakmunkás vizsgát megszerzi, utána 5 évet eltölt a szakmájába, és méhészmester képzésen részt vesz. Méhészmesterek méhész tanulókat fogadhatnak, illetve szakmunkásokat képezhetnek. Ez ugyanolyan, mint az autószerelő mesternek az inasai. Gyakorlatilag méhészetben ugyanerről van szó. Egy méhésznek milyen eszközei vannak? Eszközei, legismertebb eszközei a füstölő, a pergetőgép, amit mindenki ismer, a kaptárak, amikben a méhek laknak, teherautó, amivel szállítja, esetleg még a régebbi méhészetből a kasok. A méhészetben gondolom nagyon fontos a hely megválasztása, hogy ahova a mester lerakja a méheket. Ez hogyan zajlik, vagy hogyan gondolják ki, hogy hova rakják a kaptárakat? Kaptáraknak az elhelyezésénél elsődleges szempont, hogy a méheknek megfeleljen. Itt körülöttünk is lehet látni az árnyékot adó fákat. Elsődleges szempont az, hogy a méhcsaládoknak a telephelye olyan helyen legyen, hogy a méhek ne legyenek tűzőnapon. Most már a nyarak olyanok, hogy akár 40 fokok is lehetnek hosszú hetekig. A méhcsaládokban lévő viasz lépekre elolvadhatnak. A másik szempont maga a virágzó növényeknek a jelenléte a területen. Többfajta virágzó növénykultúra van Magyarországon, vannak ezek az erdők, fásszáró erdők, ugye ezek ismert a helyzetük, oda a vándorlás során szoktak eljutni a méhésztársak, például a Gödöllő környéke akácerdőről híres, Somogy megyének a közepe az a háserdőkről híres, illetve a mezőgazdasági kultúrában vetett növények, a nagy mennyiségű repce vetésterület van, illetve napraforgó vetésterület van, oda szoktunk vándorolni. Ez úgy szokott történni, hogy éjszaka berepülnek a méhek, bezárjuk őket, ideállunk teherautóval, fölpakoljuk és megyünk az adott területre, lepakoljuk a méheket és reggel kezdik a munkát, ameddig virágzás van, gyűjtik a nektárt. Milyen méhfajtákat ismerhetünk meg, vagy milyen méhfajtákkal találkozhatunk a természetben? Magyarországon a házi méhet, ha erről beszélünk, csak egyetlen egy fajtáról beszélhetünk. Ami engedélyezett, államileg engedélyezett, az a krajnai méhfajta. Az összes többi az zsebimportból származó, esetleg olasz méhek, bakfaszt méhek lehetnek, de ezek nem engedélyezett fajták. Törekedni kell rá, hogy csak a tiszta vérű krajnai méh legyen a kaptárainkban. Ez alkalmazkodott legjobban ehhez a szélsőséges időjáráshoz, amit ugye mindenki kezd már tapasztalni, ezekhez a hosszú kemény telekhez, illetve ezekhez a száraz nyári időszakokhoz. Táj idegen fajták nem termelnek ennyi mézet, illetve hamarabb megbetegszenek, mint az ide őshonos krajnai méhek. Ezért nem javaslom senkinek, hogy ilyenekkel méhészkedjen. Ugye általában, hogyha egy emberre rászáll egy méhecske, vagy a közelében repked, ugye elkezdünk csapkodni, és próbáljuk elzavarni, mert van bennünk egy egészséges félelem a méhekkel szemben. Mennyire kell tartanunk a méhektől? Nem veszélyes állatok a méhek. Tudni kell azt is, hogy a gondolom már tapasztalt van a nézőközönségben, hogyha megszúrja a méhecske az emberi bőrt, akkor kiszakad a fullánkja, de sajnos azt már kevesebben tudják, hogy a szúrás után az az adott méhecske elpusztul. Nem célja ennek a méhegyednek az, hogy elpusztuljon, ezért nem elsősorban az ember az ellensége a méheknek, hogy már pedig ott le kell győzni az embereket. A darazsak a fő ellenfelük. Darazsak azok a méheket pusztítják, a darazsak azok a húsevők a rovarvilágban, a méhek azok vegetáriánusok. Ha megszúrnak a méhek, nagyon fontos, hogy mindig oldalról kaparjuk ki a fullánkot, ne fogjuk meg. Oldalról kikaparjuk, elzárjuk a méregcsatornát, és akkor már kevésbé érezzük fájdalmasnak a szúrást. Hogy elkerüljük magát a szúrást, a méhecske csak érdeklődik, hogy na ugyan az az egyén, amit ő ott körülbevett, hogy az az illat. Hölgyek szoktak magukra mindenféle virágillatokat permetezni, hogy az nektárt is tartalmaz, rászáll, nézelődik, nem bántja az embert. Nem szabad idegesen kapkodni, csapkodni, de azt is el kell árulni, hogy az izzadságot nem kedvelik, emiatt a lovaknak az illatát nem szeretik, illetve az alkoholt sem szeretik. Ezek után akkor mire jó a méz, amit a méhek gyűjtenek nekünk? A méz az egyetlen olyan természetben előforduló édesítőszer, ami nagy mennyiségben felelhető. Ez ugye egészen a mesterségesen előállított nátcukor, illetve a répacukor megjelenésig egyetlen volt, amiatt a gasztronómiában használatos édesítőszer volt, illetve gyógyászatban használjuk. A gyógyászatban a különböző megbetegedésekre, például hőrkurútra, lázas megbetegedésekre, mézes teja,
aztán lázas, amikor a láz elmúlt, illetve vannak ilyen különböző égési sérülések. Bőrfelületet bekenve, antibakteriális hatása van neki, sokkal gyorsabban gyógyítja a valódi méz a sebeket. Esetleg fajtánként vannak-e ilyen jótékony hatások, jellemzők, amik csak bizonyos fajtákra jellemzőek? Igen, a hásméz, ez a tipikusan lázas megbetegedésekre jó, a köhögésre, hőrkurutra a hásmézet tudnám ajánlani, de viszont az összes méznek van antibakteriális hatása, ez mindegyikre vonatkozik, hogyha ezek a betegségek fönnállnak, kisebb-nagyobb mértékben csillapítani tudja. El kell árulnom még azt is, hogy a mézfogyasztás nem akkor kell elkezdeni, ha már valaki idézőjelben halálán van, hanem minden nap keveset kell enni, folyamatosan keveset, és akkor nem is betegszik meg az ember, aki a mézet fogyasztja. Én látom a vevőimet, amikor vannak ezek a influenzás járványok, ők fitten szaladgálnak a városba, akik viszont csak ritkán jönnek hozzám, illetve a méhésztársakhoz, hogy amikor megbetegedték és veszik a mézet, ők viszont köhögnek, tüszögnek, folyik az orruk, és ezért javaslom azt, hogy kicsiket, kiskanalanként, de folyamatosan fogyasszanak mézet. Mitől lesz jó minőségű a méz? Az évjárattól függ, az, hogy a természetben nagy mennyiségű csapadék van, akkor természetesen a nektár is hígabb. Valószínűleg az idejévet ezt nem fenyegeti ez a veszély, mert annyi csapadék hiányzik, hogy valószínűleg egyes növényeknek, például a repcének, maga a növény már hiányzik a csapadék hiány miatt, nem lesz repceméz, illetve nagyon kevés lesz. A méhésznek a technikája, amit választ, hogy pörgeti ki a mézet, nem várja meg, hogy esetleg befedjék a méhek a kaptárban lévő sejteket, előbb kipörgeti, hogy szalad a másik virágra. Az az igazi, amikor a méhész a bevált méhészeti technológiát alkalmazza, megvárja, ameddig érett méz van a kaptárba, elkészül a méz, és azt pörgeti ki. Hízla le a méz? Méz nem hízla, mivel egyszerű cukrokból áll, ezért szokták a sportolók is alkalmazni, hogyha nagyon gyorsan energiára van szükségük, mézet esznek, ez a testükben fölhasználódik, és az izom munkával ezt gyorsan le tudják dolgozni. A méz nem raktározódik a testbe. Nem lehet sok mézet fogyasztani, mert mivel olyan édes, szervezet egy idő után nem kívánja. Mit kell tennünk akkor, hogyha besűrűsödik a méz, és meddig áll el a méz? A jó mézeknek az egyik ismérve az akácmézen kívül az összes Magyarországon termelt méznek be kell sűrűsödni. Ha nem sűrűsödik be, akkor az minőségi hibás. A méhészek szokták ajánlani a vevőknek, hogyha besűrűsödött, beikrásodott, bekötött mézet találnak a polcukon, nem kell kidobni. Ez nem azt jelenti, hogy a méhész becukrozta, megcukrozta a mézet, hanem a méznek ez a tulajdonsága. Bele kell állítani egy lábosba, langyos vízbe megmelegíteni, és ugyanúgy folyékonyan lehet ezután használni. De figyelni kell arra, hogyha nem esszük meg ugyanezt a mézet, vissza fog kötni egy pár hónapon belül. Ezért, emiatt a tulajdonsága miatt a méz akár évszázadokig is elállhat ugyanolyan jó minőségbe. Emlékezni lehet rá, hogy találtak a múmiák mellett akár 4000 éves mézet is, és kimutatták, hogy az élvezhető méz volt. Miről ismeri fel a vásárló a jó mézet? Termelői mézes üvegben van, mézes zárszallag van rajta, ha kívülről, hogyha kinyitja az üveget, sűrű mézről van szó, illetve hogyha nem nyitja ki az üveget, megborítja az üveget, és a buborék benne, ahogy megy fölfelé, látnivaló, sűrű mézről van szó. A vegyes virágmézről, hogyha a méhész azt mondja, hogy több hónapja be van kötve, szintig be van kötve, az aljától a tetejéig egyszínű, homogén mézről van szó, és az a jó minőségű méz. Ugye manapság nagyon divatos bio élelmiszereket fogyasztani. Létezik bioméz? Igen, létezik. Van egy olyan méhészeti forma, illetve ágazat méhészek körében is, akik vállalják azt, hogy a mécsaládjaikkal próbálnak kizárólag olyan területeket fölkeresni, olyan erdőket, amelyeket nem permeteznek. Magyarországon olyan terület, illetve olyan növény sok van, amelyeket nem permeteznek. Egyrészt ugye az akácerdőket nem permetezik, a hárs erdőket nem permetezik, illetve ez mondjuk vadnövény és irtandó gaznövény, az egyik a selyemfű, a másik a szolidágó, ezeket sem permetezik, és ezekről lehet biomézet termelni.
A másik rész ugye a méhész vállalja, hogy ilyen területekre megy, és a kaptárakban, amiket méheket tart, a különböző betegségek, illetve élősködők ellen természetes szereket alkalmaz kizárólag. És így keletkezik a bioméz. Tehát akkor ebből a szemszögből nézve a bioméz termelő méhésznek igen nehéz a dolga. Milyen gyakori a bioméz termesztés? Magyarországon azért, mert sajnos a lakosság nem tudja megfizetni azt az árkülönbözetet, ami miatt a bioméhész elvégzi ezt a rengeteg plusz munkát, illetve keresi azokat a területeket. Ezért én úgy tudom, hogy nem éri el a méhészeteknek a 10%-át azoknak az aránya, aki a bioméhészkedést folytatja, de el kell mondani, hogy érdemes bioméhészkedéssel foglalkozni, mert nyugaton, Nyugat-Európában, Németországban, Olaszországban, Franciaországban keresett termékek, ott viszont van vevő, van nagy pénzű kereslet rá, és viszi ki külföldre. Ezt kell mondanom, megéri csinálni, de ennek ellenére, mivel ott is szűk a piac, nagyon sok mézet termelnek Magyarországon, ötször annyi mézet termelünk, mint amennyit a magyarok elfogyasztanak, az összes többi külföldre megy, és ennek egy jó része bioméz. Ugye most a mézről beszélgettünk leginkább, de tudni kell azt is, hogy a méz termelése mellett más jótékony dolgok is keletkeznek, más élelmiszerek. Mik ezek? A legismertebb a virágpor, amikkel a virágoknak a megporzása kapcsán ugye virágról virágra szállnak a méhek. Rengeteg hímport gyűjtenek magukba. A méheknek ez a fehérje forrása, gyakorlatilag egyedüli fehérje forrása. Nagyon nagy bajban vannak akkor a méhek, amikor ugye a természet olyan, hogy nem kap elegendő vizet, nincs lehetősége a növényeknek rengeteg virágport termelni, akkor a méhek is sajnos elpusztulnak, nem úgy fejlődnek, és ezt a méhész tudja pótolni mesterséges virágporpótlószerekkel. De ha terem rengeteg virágpor, lehetőség van a kaptárakból, kaptárak kiárói elé függesztett virágporszedőkkel ezeket a virágporszemeket a méheknek a lábáról, az úgynevezett kosárkákból leszedni, és összegyűjtve, szárítva a vevőknek odaadni. Ez teljes vitaminforrás is a méheknek, illetve nagyon dús, koncentrált fehérjeforrás. Amikor az embereknek a szervezete legyengült, kórházba kerül, utána nagyon gyorsan, ha eszik virágport, a regenerálódást nagyon elősegíti. A másik olyan fontos méhészeti termék, nem közismert, de szoktak róla hallani, a méhpempő, ugyanezt tudja csinálni. Amikor a méhek anyát nevelnek, ez még a virágpornál is koncentrált a fehérje, teljes aminósav készlet, vitamin készlet, ez aztán nem mondom, hogy kiugrasztja a beteget az ágyból, de hasonló tulajdonságai vannak, mint a virágpornak, csak koncentráltabban. Legismertebb, illetve legelterjedtebb volt a propolisznak a használata. Ez az antibiotikum-szerű anyag, amit a fáknak a balzsamos részéről, rügyekről, ahol szokott ez a ragacs összegyűlni, a méhek ezt összekeverik az enzimekkel, minden a felszerelés, ami a kaptáron belül van, keretek, sejtek, kiárónyílást propolisszal tömik be, illetve fertőtlenítenek. Bekerül az egér a kaptárba, ő is akar dézsmálkodni, megölik a méhek, és a testét, mivel nem tudják kivinni a kaptárból, propolisszal vonják be, ugye, hogy fertőzés ne legyen. Nagyon hatékony, nagyon jó anyag a propolisz. Lehet keresni a méhésztársaknál. Honnan tudják a kedves nézők és a vásárlók azt, hogy magyar méhészeti terméket vásároltak? Legegyszerűbb, hogyha termelőnek a címére elmennek, házhoz mennek, és akkor ugye, ha ott lakik a termelő, akkor megkapja tőle az általa termelt méhészeti terméket. Ezek a termelők ugye regisztrálva vannak Magyarországon, ez a regisztráció az úgy működik, hogy számlát is kapnak természetesen, aki ugye számlával rendelkezik, az már regisztrált termelő. Következő, hogy a termék, amit megkapnak, ugye a termelőnek a neve van rajta, és a gondosabb méhésztársak, illetve akik ezt bevállalták, van egy olyan méhészeti egyesületünk, hogy OME, Országos Magyar Méhészeti Egyesület, neki van egy OME zárszallagja, amivel ugye a tagságot segíti abban, hogy kemény marketing munkával bizonyítja azt, hogy ezek a mézek, amiket mi előállítunk, magyar mézek, jó minőségű mézek, és ráadásul ugye, hogy utolérhető legyen az a kedves méhésztárs, aki ezt a mézet előállította, hogyha netalántán valami probléma van vele, ezek a zárszallagok számozottak. Minden egyes mézes üveget emberhez lehet kötni, lehet tudni, hogy
kitermelte, mikor termelte, mi történt vele. És valakik ellenőrzik ezeknek a szallagos mézeknek a minőségét? Igen, minden évben megvennék a fogyasztók a méhészet című szaklapot, illetve van az Országos Méhészeti Egyesületnek honlapja, minden évben mind a bolti mézekből, mind a kiskereskedelmi mézekből, illetve a háztól állósított méhészektől vesznek mintát, mennek a laboratóriumba, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét közlik minden évben. Ezeknek a mézeknek a minősége, kistermelői mézeknek a minőségével soha nem volt probléma, de bolti mézeknél volt ugye előző években mézbotrány, de ezeknek a vizsgálatoknak a hatására ott is tisztult a piac, ott is már kezd jó minőségű méz kerülni az üvegbe, de sajnos nagy részük nem magyar termelői méz. Kap támogatást a szakma? Nemzeti program van, ezen belül kapunk támogatást, de ez olyan, hogy előfinanszírozás. Ha én megvásárolom a kaptárakba való atkaírtószert, nekem azt ki kell fizetni, ha megfelelek a támogatási rendeletnek, akkor fizetnek bizonyos részt vissza a méhésznek. Ugyanígy lehet kapni támogatást pergetőeszközökre, különböző kis fűkaszákra, de akkor vállalnom kell, hogy 5 évig én méhész vagyok, és kell bejelentett méhészetet fönntartanom, működtetnem. Mik a méhek természetes ellenségei, vagy kik? A legfőbb ellenségek egészen a hangyáktól kezdődően minden itt is megtalálható ezen a telephelyen, de ha nézzük, minden élőlénynek a Földön, vírusok, baktériumok, gombák, hangyák, akkor madarak, itt a harkályokra kell gondolni, cinegékre kell gondolni, akkor egészen az emlős állatokig ugye legismertebb a medve, de sajnos most már egyre gyakrabban kétlábú ellenségek is vannak, amelyek ugye a méhészeteket fosztogatják különböző okokból. Hogyan vészelték át a telet a méhecskék? Ország különböző területein jelentős pusztulások voltak, mindenki tudja, hogy illetve tapasztalta, hogy a február végi hihetetlen lehűlés az nem tett jót se a növényeknek, sem a méheknek. Előtte lévő viszonylag meleg téli rész, a januári, de súlyosabb volt méhek szempontjából a februári meleg, mert akkor a fiasítás kikelt, ott rajta ültek a méhek a keletkezett fiasításon, és emiatt rengeteg család elpusztult, mert éhen veszett. Nem mentek el a élés kamrába, és onnan vételeztek volna mézet, hanem éhen vesztek. Ebből adódott a legnagyobb pusztulás a vidékeken. Volt, ahol komplett méhészetek, több száz családos méhészet is elpusztult. Szabó úr, a méhek tartásán túl mivel foglalkozik? Én vagyok itt a Gödöllői Méhész Egyesületnek az elnöke, a Budapesti Méhész Egyesületnek a gazdasági vezetője. Gödöllői területen én vagyok az egyik méhegészségügyi felelős, de méhészeti szakképzésben is részt veszek, több helyen is szakmunkásokat oktatok az országban, az egyik iskola az éppen itt van Gödöllőn. Mennyi méhész van az országban? Jelenleg körülbelül 15.800-16.000 méhész van Magyarországon, folyik a méhészeknek a képzése. Nagyon sok méhésziskolában képzik az ifjú méhészeket, akik úgy gondolják, hogy méhészetből szeretnének megélni. Sajnos ezeknek a méhésziskoláknak a száma egyre növekszik, mivel az emberek úgy gondolják, hogy a munkanélküliséget, illetve hogy jövedelemhez jussanak, egyedüli módja a méhészet. Ez viszont csalóka lehet, mert a méhészeti szakképzést méhésziskolában méhészeti szaktudást elsajátítani nem lehet. Hosszú évek gyakorlata kell hozzá, hogy igazán jó méhészek váljanak, méhészeké váljanak, és rengeteg pénz is kell egy méhészetnek a beindításához. Ezért nem biztos, hogy az a célra vezető, hogy mindenki méhészkedni kezd. Továbbá javaslom mindenkinek, hogy aki elvégezte az iskolát, ne kezdjen önállóan méhészkedni, keressen egy öreg méhészt, nála több évig méhészkedjen, és ha ezek után alkalmasnak találtatik méhészetre, illetve méhészet kezelésére önállóan, folytassa a méhészkedést. Gödöllőn és környékén hány méhészmester dolgozik? A méhészmester, nem mindenki méhészmester, ugye, de vannak olyan méhészek, akik szakmunkás vizsgájuk van, illetve nagyon érdekes, hogy szakma gyakorlásához szakmai ismereteket nem kell letenni, hogy valaki méhészé váljon. Magyarországban törvény szabályozza úgy, hogy mindenki méhészkedhet. Bárki méhészkedhet, ha önnek az a
kedve szottya, hogy itt a riport után elkezdje mészkedni, lehetősége lenne rá Gödöllőn. Jelenleg a méhész egyesületben 122 tag van, ezeknek a méhészeknek a méhcsaládjai száma 4200, és jelenleg növekszik ez a méhész létszám is, hozzánk is kb. 10-15 fő jelentkezik minden évbe kezdő méhésznek. És egy nagyon fontos kérdés. A medvék szeretik a mézet? Medvék szeretik a mézet, de Magyarországon nem kell megijedni, mert medve csak állatkertben, illetve cirkuszban fordul elő. Erdélyben viszont, hogyha járnak a kedves nézők, előfordulhat, illetve láthatnak olyan tapasztalatok még a mai napig is, hogy medve támadja a méhészeteket. Nagyon furcsa, hogy képzelet szerint ugye, hogy a méz miatt, mert az annyira finom, és azért szedik szét a kaptárakat. Elsősorban a fiasítást teszik meg, mert az koncentrált fehérjeforrás, és azt fogyasztják előszeretettel, de mire oda jut a fiasításhoz, tetőtől talpig mézes lesz a medvekoma, addig folytatja a fiasításnak a pusztítását, ameddig ugye egy annyi mészúrás nem keletkezik az orrába, hogy olyan fájdalom keletkezik a medvénkbe, hogy elszalad. Méhek így meg tudják magukat védeni, bizonyos szintig, de a kaptárakat széttrancsírozza. Hát köszönöm szépen, Szabó úr, hogy beszélgettünk a mézről, a méhekről és a méztermesztésről. Hát kívánok jó egészséget a munkához, és nagyon jó minőségű mézet a további esztendőkben, és legyen minden nap mézes nap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Viszontlátásra. Szent István dicsértessék, menj és földön tiszteltessék, de főképpen nálunk ma, mint magyarok istapja. Boldogságos szűz anyánknak, mint magyarok asszonyának, feláldoztott hazánkat, szenteltett koronánkat. Kérünk mind a és az első királyunkat, Szent István néz mennyből le, a szép magyar népedre. A Turai Bartók Béla Művelődési Házban március 15-én nyílt meg Petrás Mária csángó magyar kerámikus iparművész kiállítása. Ezzel kapcsolatban teszek fel néhány kérdést az intézmény igazgatójának, Seres Tündének. Úgy tudom, Tünde, hogy nem az első alkalom, hogy itt vendégül látják Petrás Mária műveit. Így van, Turán már második alkalommal örvendezteti meg műveivel a művésznő a turai közönséget. 2001-ben sikerült először, akkor is ugyancsak a munkásságát fémjelző szakrális témájú kerámiákból rendezni egy kiállítást. És hát mivel egy kiemelten, mondhatom, magyarságtudatú művészről van szó, akinek a hitvallásában központi szerepet kap az ünnepeknek a fontossága. Épp ezért gondoltuk, hogy létjogosultsága lehet az egyik fontos nemzeti ünnepünkön jelesül most március 15-én az ő kiállításának. Nos, ha végignézünk a kiállítóteremben, akkor, ha jól számoltam, 26 alkotását láthatjuk itt a művésznőnek, de áruljuk el a nézőknek, hogy ennél jóval több van, hiszen szerte a nagyvilágban voltak már kiállításai, és rendszeresen kiállít Magyarország egyéb részein is, illetve Erdélyben. Egy középkori hangulatot árasztanak ezek az alkotások. Honnan jön ezeknek az alkotásoknak a sugárzása? Gondolom, hogy a művésznő lelki világából árad.
A lelki világa pedig ugye szülőhelyén alakult ki, tulajdonképpen onnan töltekezett, egy moldvai Csángó településről, Diószínből származik, és ahogy megéri azt a pár percet, aki elolvassa a hitvallását, valóban abból az derül ki, hogy mennyire kötődik a gyökereihez, mennyire kötődik a vallásához, az istenhithez, mennyire fontos számára az elcsendesülés, a befelé figyelés, az értékeknek az áthagyományozódása, az anyaságnak a szerepe, a családnak a kiemelt szerepe, és ezeket ugye művészi eszközökkel megformálva igyekszik visszatükrözni a befogadók számára is. Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért véget. A családok gazdagságát 8-10-12 gyermek jelentette. Az 5 évestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat. Megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtak teremteni maguknak úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységes hitük útba igazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőni, gyönyörűen hímezni, varázslatosan tenni ezt a nehéz világot. Böjtel és imádsággal. Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni. Azt hiszem, hogy megint csak a nézők emlékezetére hagyatkozok, hogy ő nem csak kerámikus művész, hanem népdalénekes. Én úgy tudom, hogy a népdaléneklés kapcsán ismerkedtek önök össze annak idején a művésznővel. Valóban, itt az ismeretség kapcsán egy másik Mária nevet is meg kell említenem, Mackó Máriájét, aki az akkor mondhatom működésének fénykorát élő Turay énekmondók népdalkör, fiatal lányokból álló népdalkörnek volt a vezetője, és számos fellépés szakmai megmérettetés alkalmával volt szerencsén különböző jeles művészekkel találkozni, és köztük például Petrás Máriával is, és hát az akkor megalapozódott először csak szakmai ismerettség, aztán barátsággá mélyült, és igaz, hogy eltelt egy évtizednyi idő a két kiállítási időpont között, de azért kölcsönösen figyelemmel kísértük úgymond egymás munkásságát, mind a kerámia területén, mint pedig a népdaléneklés területén azért volt rátekintésünk, hogy Mária merre járja az útját. Ismerve Tura lakosságát, tudom, hogy a lakosság többsége katolikus. Hogyan fogadták a kiállítást? Hát mindenkitől abszolút azt a visszajelzést kaptuk, hogy egy csodálatos élményt jelentett számukra. Azért ugye a mi, mondhatom, szegényesebb vidéki műfázas körülményei között ez mindenféleképpen egy ilyen felmagasztosodott pillanat volt, hogy a magunk szerény eszközeivel mégis ezeket a csodálatos alkotásokat ki tudtuk állítani, és ide tudtuk hozni az embereknek. És hát, mivel valóban elég erőteljes a katolikus vallásgyakorlás a településen, így a Petrás Mária által képviselt szimbólumrendszer is abszolút közel állt az embereknek a szívéhez. Úgyhogy mindenféleképpen a csodálat volt a visszajelzés.
Ha nagyon röviden és nagyon egyszerűen kellene beszélni ezekről az alkotásokról, én úgy érzem, hogy egy jó kifejezés az, hogy legalábbis itt a teremben ez a 26 alkotás az Új Szövetség történéseit dolgozza fel, vagy onnan jön, illetve van néhány Szent István ábrázolás is. Ezek közül is kiemelkedik azt hiszem a Mária ábrázolás és a Krisztus ábrázolás. Mik lehetnek a nézők számára a legjobb kapaszkodó pontok ezeknek a műveknek a megtekintésében és az átélésében? Szűz Máriának és a Mária tiszteletnek, Szűz Mária kultusznak mindenféleképpen ugye kiemelt szerepe van. Tura vonatkozásában pedig azért is, mert Nagy Boldogasszonynak van felajánlva a templom, és hát ugye tovább gondolva egy kicsit a földi kapcsolódását, ugye az anyasság és a családteremtés, ami szerintem természetes igényként, vagy adott esetben sajnos ma már hiányérzetként is fogalmazódik meg az emberekben, tehát a család egységének az igénye, és szerintem ezek olyan állandó alapértékek, amiket nem tud az élet fölülírni, és épp ezért tartom maximálisan azt igaznak, amit Petrás Mária nem olyan rég mesélt el munkássága kapcsán, hogy megkérdezték művésztársai, hogy nem akar-e kerámiákat más témában is készíteni, és ő maga azt mondta, hogy ennél jobbat úgy gondolja, hogy nem tud, és ennél örök érvényűbbet, ezért köznapi témákról nem gondolja, hogy az ő feladata lenne kerámiákat készíteni. Ha már a művésztársakról esett szó, akkor legjobb tudomásom szerint a családban öröklődött az ő tehetsége, és a lánya szintén készít kerámiákat. Így van. Elég gyakori az is, hogy olyan meghívást kapnak, saját elmondásuk szerint is, hogy anyát és lányát közösen hívják meg. Gyakorlatilag a technika és az alapanyag használat az azonos, a édesanyja és a lánya tekintetében, de a témaválasztást ér el egy picit, a lánya az nem szakrális témákban, hanem az ősmagyar motívum készletet a népművészetnek a díszítő motivumait segítségül hívva, tovább gondolva készíti el saját hangvételű munkáit, de úgy, hogy ezt egy közös gyűjteményű kiállításba össze lehet rendezni. Ön beszélt nekem arról a felvétel előtt, hogy jó néhány szobor ennél sokkal terebélyesebb, monumentálisabb formában állítódik ki más körülmények között. Igen, nagyon nagy lélegzetű munkái is vannak, és szobrokat is készít, kerámia szobrokat, illetve Magyarországon is több köztéri műalkotását is megcsodálhatják. Hát ugye a munkássága révén az életrajza nagyon részletesen utolérhető a világhálón is. Példát nem is emelnék ki, mert igazság szerint nem tudom, hogy melyik a szívéhez igazán közel álló, hogy szabad-e ezt így kiemelnem bármelyik intézmény vagy közterület kapcsán. De ha már terjedelmeseket említettünk, akkor azért megemlítem a másik végletet is, hogy egész apró munkákat is készít, eladásra, hétköznapi ember számára is hozzáférhető módon, hogy ezt a fajta világot egy kicsit, akár ha valaki a lakásába, otthonába akarja becsempészni, akkor nyugodtan biztatom, hogy ilyen igényekkel is kereshetik a művésznőt, nem csak kiállítás céljából. Ezek a kiállított tárgyak, ezek a kiállított alkotások, én úgy gondolom, hogy egy nagyon kellemes középkorú hangulatot árasztanak, vagy azt is mondhatnám, hogy templomi hangulatot árasztanak magukból. Mégis, ha nézem, habár ez nem ellentmondás a két dolog, de ha nézem ezeket az alkotásokat, akkor egy mérhetetlen derű és egy nagyon pozitív életigenlés árad ezekből a munkákból. Mi lehet ennek az oka? Hát mindenféleképpen az, hogy magából a művészből is ez árad, és hát az élet történetét ismerve őt magát is sokszor megpróbálta az élet, ha csak nem személy szerint az ő esetét, hanem egyáltalán a csángó magyarság sorsát nézzük, ez a megállapítás már akkor igaz. És hát valószínűsítem, hogy azért is tette le a voksát a szakrális művészet mellett, mert az Isten hite az mindig megerősítette őt annyira, hogy derűvel és optimizmussal tudjon fordulni a világ megpróbáltatásai és kihívásai elé, legyen az egy családi nehézség, vagy valamilyen politikai élettel kapcsolatos, vagy
művészi válságról az ő esetében mondjuk nem beszélnék, talán úgy gondolom, mert egy folyamatos működésről van szó, de abszolút ez a derű és ez az optimizmus sugárzik belőle, és maximálisan a Jóistenbe kapaszkodva. Az előbb említette Mackó Mária nevét, akit ki ne ismerne Turán és az egész országban. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy vannak-e olyan fellépéseik több művésztársukkal, ahol esetleg egy kiállítás, népdaléneklés és egyéb más művészeti ágok bevonásával tartanak különböző rendezvényeket. Tehát Petrás Mária nevéhez szorosan kapcsolódik néhány más művésznek is a neve, akár az említett Mackó Máriái is, de aki magyarországi áttelepülésétől kezdve végigkíséri a pályáját, egy másik, kicsit máshonnan elcsángáló bukovinai székely magyar, ez Kóka Rozi, népdalénekes. Azután a mi műsorunkban fellépő művészek Csészabó István és Simó József, a Vas Albert Alapítvány elnöke, ők is visszatérő előadó művésztársai Máriának, illetve hát akikkel jelenleg sok-sok koncertet jegyeznek, az a Muzsikás Együttes, ki szintén gyakran foglalkoztatja Petrás Máriát népdalénekesi minőségében, amiben ugyanolyan tökéletesen hiteles, mint a kerámiában. Én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységet, Isten ad megárdi földjét. Vándor fecske hazatalan, magyaroknak nagy a szónya. A 2012-es esztendőben még van bőven előttünk. Terveznek-e még kiállításokat ide a Turai Bartók Béla Művelődési Házba? Igen, tervezünk. A közeljövőben maradunk szűke pátriánkon belül. Egész pontosan turai amatőr művészeket szólítottunk meg. Ezek között vannak amatőr festőművészek, történelmi ruhakészítő is, akik egy alkotókörbe, a Cserhát művészkörbe tartoznak, ott egy külön turai tagozatot hoztak létre, és az ő kiállításuk nyílik majd április 15-én, reméljük egy napsütéses vasárnap délutánon itt a Turai Művelődési Házban, amely 3 héten keresztül megtekinthető lesz. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és sok sikert a további kiállításokhoz! Köszönjük szépen is! Önök a Porta 41. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!